Tisztelettel köszöntöm a Hit Radio minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Király Tamás. Visszalépett Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az elnök jelöltségtől, ezt július 21-én tegnap a közösségi oldalán jelentette be. Erről fogunk beszélgetni Jero Patrisszal, aki nemzetközi kapcsolatok szakértő és Amerika szakértő. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Nagyon röviden az okokról, meg arról, hogy mennyire volt várható ez a lépés, hiszen mindenki találgatta, hogy meglépi ezt az elnök. Hát az elmúlt pár hét fejleményei alapján abszolút várható volt, és igazság szerint talán kicsit tovább is húzta ezt Biden, mint kellett volna. Ez azért az ő politikai karrierje végére egy kicsi csúnya pontot tett, de én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a demokrata párt a legjobb döntést hozta, illetve pontosabban Biden elnök a legjobb döntést hozta, mert amennyire ezt meg tudjuk mi ítélni nyilván leginkább televíziókamerákon, internetfelvételeken keresztül, az elnök állapota olyan mértékben rosszabbodott az elmúlt hónapokban, hogy nem csak, hogy a következő 4 év kormányzására nem igazán tűnik alkalmasnak, de az elnökválasztás sikeres megvívására sem igazából. Lehet azt mondani, hogy akkor ő a mentális állapotába bukott bele? Így van, illetve ez a demokrata párt számára is egy óriási krízis helyzet. Na most egy kicsit, ha ezt érdemes kibontani, ugye ő jelentette az újraindulási szándékát már 2022-23-ban. És onnantól fogva a demokrata párt, tehát itt a párt országos vezetése, a pártelitek, azok mindent megtettek annak érdekében, hogy Joe Biden elnök jelölt legyen. Ugye az előválasztás menetében nagyon lényeges változtatásokat hoztak, több évtizedes szokásjogot rúgtak fel azzal, hogy nem Iowa-ba kezdődött, azzal, hogy Dél-Karolina lett a legelső állam, ahol Joe Biden nagyon népszerű és hatalmasat nyert 2020-ban is. Különböző változtatások sorát eszközölték. Például az, hogy jövő héten már a konvenció előtt elméletileg megválasztották volna a küldöttek ugye az online térben Joe Biden-t elnökjelöltnek, hogy nehogy véletlenül a konvencióban bármilyen komoly vita legyen. Tehát mindent elkövetett a párt azért, hogy Joe Biden viszonylag könnyen megszerezze az elnökjelöltséget és újra tudjon indulni. És 3 vagy 4 héttel ezelőtt viszont ez az építmény összeomlott ugye a vitán. A Trump-Biden vitán minden néző, minden szavazó számára világossá vált, hogy Biden elnök nagyon rossz állapotban van. És innentől fogva egyébként érdekes módon azonnal vita után, tehát nem volt egyeztetéses igazából idő, nem volt semmifajta összeesküvés, szerintem minden épelméjű, racionális szereplő a demokrata párton belül látta, hogy Biden elnöki kampánya itt véget ért, és az elmúlt 3-4 hétben sorozatban politikusok, közéleti emberek, külső és belső, privát és nyilvános nyomást helyeztek az elnökre azért, hogy szálljon ki, és ez végül is sikeres lett, ugye tegnap bejelentette, hogy felfüggeszti a kampányát. Azt is mondta, hogy aztán később, hogy saját alelnökét Kamala Harris-t támogatja a demokrata párt elnök jelöltjeként, és itt viszont kiemelnék néhány dolgot. Egyrészt Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház volt elnöke, aki azért egy befolyásos demokrata politikus, azt mondta, hogy Isten megáldotta Amerikát Joe Biden nagyságával és jóságával, viszont nem erősítette meg, hogy támogatja Kamala Harris-t. Bill Clinton és Hillary Clinton támogatják Kamala Harris-t, Barack Obama viszont, aki ugye szintén egy meghatározó demokrata politikus korábbi elnök, hosszú nyilatkoztatában magyarázta, hogy miért nem tudja támogatni a jelenlegi alelnököt a jelöltségben. Egyrészt mennyire lehet borítékolni az, hogy Kamala Harris lesz az új jelölt, másrészt mi egyáltalán most a menet? Hát borítékolni ugye nem lehet, mert most ugye az a helyzet állt elő, hogy azok a küldöttek, akik Joe Biden kapták tulajdonképpen a megbízást, hogy Joe Biden-t ugye jelöljék majd elnöknek a konvención, ők most csúnyán szabadon lettek engedve, tehát ők dönthetnek, és hát azért vannak itt különböző politikusok, elnök aspiránsok, kaliforniai kormányzó Gavin Newsom, Michigan kormányzója Whitmer, tehát vannak nevek, akik esetleg beszállnának a versenybe, de én azt gondolom, hogy a demokrata pártnak most a legkevésbé arra van szüksége, hogy azok az óriási megosztottság, azok a törésvonalak, amik a párton belül vannak,
csak éppen Joe Bidennek az elnök jelöltsége már 2020-ban is gyakorlatilag azért volt, és azért volt ilyen sikeres, és azért ő nyert, mert ő el tudta még ezeket a törésvonalakat valahogy fedni. Tehát szerintem most legkevésbé arra van szüksége a pártnak, hogy itt egy óriási belharc, vagy mondjuk úgy palotaforradalom elinduljon. Tehát a legreálisabb forgatókönyv az, hogy Kamala Harris lesz az elnök jelölt. Azt mondja, hogy belharc. A verseny az belharc? Én azt gondolom, hogy a jelenlegi politikai kultúrában igen, illetve a jelenlegi stádiumában az elnökválasztásnak igen. Tehát, hogyha a demokrata párt kicsit demokratikusabban rendezte volna az előválasztást, és nem követett volna el mindent annak érdekében, hogy Joe Biden legyen a elnök jelölt, tehát végigmentünk volna klasszikus menetrenden, Iowa, New Hampshire, stb., és beszállt volna számos lehetséges elnök jelölt, akkor abban a stádiumban egy egészséges versenyről lehetett volna szó, ami egyébként nem biztos, hogy nem sértette volna meg a párt érdekeit akkor is nagyon, de az egy más történet. De most, az elnökválasztás előtt, gyakorlatilag 4-5 hónappal, most a konvenció előtt 3-4 héttel ő belemenni egy ilyen dologba és megnyitni ezeket az óriási törésvonalakat, szerintem az nagyon veszélyes lenne. És egyébként technikai oka is van annak, hogy miért Harris lenne a legalkalmasabb, hát neki a donorokkal már kapcsolata van. A legnagyobb ismertsége neki van talán az országban, Biden, Obama és Clintonék után. Ugye az, hogy gyakorlatilag a szavazólapokra való felkerülésnek is nagyon szigorú menetrendje van. Tehát itt egy teljesen új jelöltet behozni, felépíteni, az technikailag is problémás lehet. Tehát én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb minden belátás szerint be fognak állni Kamala Harris mögé a megfelelő nagy nevű politikusok is, és vele fogják végigvinni a kampányt Trumppal szembe. Viszont az, hogy Obama mondja azt, hogy nem tudja támogatni, az mennyire meglepő, vagy mennyire befolyásolhat sok mindent, mert akkor itt jöhetne a B pont, hogy már Michelle Obamára készülnek esetleg. Igen, itt mindenki Michelle Obama nevét nagyon szereti emlegetni. Egyelőre nem tudunk arról semmiféle információt, hogy Obama asszony szeretne politizálni. Ezt korábban megtehette volna már többször, tehát ez egy nyitott kérdés. Én azt gondolom, hogy Obama egyik nyíltan még nem mondta azt, hogy egy jelöltet támogat, csak azt lehetett érezni, és azt sugallta, hogy nem támogatja Kamala Harris-t. De hát a politikában azért tudjuk, hogy változnak a dolgok. Hát pár nap ezelőtt még Joe Biden is egyértelműen mondta, hogy ő nem száll ki a versenyből. Tehát az, hogy Obama mit mondott, ezt annyira nem tartom jelenleg még fontosnak. Ha esetleg egy olyan szenárió lépne életbe, hogy valóban a demokrata párton belül jelentős számú meghatározó politikus, vagy egy erős frakció szembe megy Harris-szel, az nagyon érdekes lenne. De még egyszer mondom, én nem tartom ezt valószínűnek, és nem tartom racionálisnak. Tehát még egyszer mondom, most kinyitni ezt a vitát, ezt a problémát, amit már rég le kellett volna játszani egyébként, szerintem ez a párt számára a biztos bukáshoz vezetne. Nyilvánvalóan Biden elnöknek a támogatása azért fontos, annak ellenére, hogy ő most jelen pillanatban politikailag rendkívül megsérült és gyenge szereplőnek számít, de azért még egyszer mondom azt, hogy ez a kampány már dübörög hónapok óta, az, hogy itt tulajdonképpen a második helyezett lép föl az első helyezetbe, ez megkönnyíti a demokrata párt számára a maradék 4 hónapban a kampányolást. Donald Trump azt írta először, hogy Joe Biden totálisan megszégyenülve lépett ki a versenyből, majd amikor Nancy Pelosi neve szóba került, akkor meg azt mondta, hogy könnyebb lesz legyőzni a Kamala Harris, mint Joe Biden. Amikor önnel beszélgettem az Ultrahangon néhány héttel ezelőtt, akkor azt mondta, hogy egyébként, ön mondta, hogy egyébként nem feltétlenül egyszerűbb ez a helyzet, mert hogy akár egy más jellegű kampányt kell indítani, újra tervezésre van szükség. Most így, hogy visszalépett az elnök, hogy látja ezt a kérdést? Hát én a véleményemet fenntartom. Ugye a Kamala Harris-ra az a igazság, hogy szerintem őt már 2020-ban is, egyébként Biden maga is arra szánhatta, hogy 24-ben, ha esetleg úgy alakul, akkor ő vegye át az elnökséget, vagy az elnök jelöltséget legalábbis. És a demokrata párt is szerintem őt, ugye fekete nőről van szó, tehát a pártnak az identitás politikai vonalába szépen belesimul. De ugye rendkívül népszerűtlen. Tehát Kamala Harris valahogy nem találja a választókkal, az átlag emberekkel a hangot, és azért őt mérték nagyon régóta, mindig olyan eredmények jöttek ki, hogy bármilyen republikánus elnök jelölt gyakorlatilag földcsuszamlásszerűen megverte volna.
Na most érdekes, hogy az elmúlt pár hétben folytatódtak a mérések, és Kamala Harris már sokkal jobban szerepelt, sőt, olyan kutatás is volt, ahol Trumpot verte volna, ez is talán érdekesség, de a realitás ennek az, hogy nyilvánvalóan, mivel kettő nagyjából azonos politikai blokkról van szó, mivel óriási a megosztottság, minden demokrata szavazó, bárki legyen a demokrata jelölt, rá fog szavazni, és minden republikánus ugye fog tenni a republikánus jelölttel. Tehát az, hogy Kamala Harris most előrelépett, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a demokrata szavazók döntő többségétnek a szimpátiáját megnyerte, és a szavazatát is meg fogja nyerni. Itt tulajdonképpen a pártnak a legkülső bizonytalan szavazói, illetve a párton kívüli független szavazók a kérdés. Ugye ők döntik el az elnök választásokat. Na most én azzal gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet veszélyes lehet Trumpéknak, ugyanis visszagondolunk arra, pár héttel ezelőtt még mi volt egy független szavazó számára a kérdés. Vagy egy elítélt bűnözőt támogat a szavazatával, vagy egy idős, alkalmatlan beteg jelöltet. Na most a képletből kiesett az egyik, ugye Biden, és bejött egy új ember. Félig meddig új ember, hát azért Kamala Harris a Biden adminisztráció része, de mégiscsak egy új név. És gondoljunk abba bele, hogy egy független szavazó 10 éve Donald Trumpról olvas, hal minden nap, a róla szóló botrányokról, büntetőeljárásokról, stb. És hát Joe Biden a másik jelölt pedig 50 éve van a nagy politikában, tehát itt igazából egy generációváltás is bekövetkezhet most. Hát ugye itt hónapok óta, gyakorlatilag évek óta mindenki mondjuk úgy csúnyán azon sírt, hogy két idős emberről szól az amerikai politika, hogy két alkalmatlan 70-es évei végén, vagy éppen már 80-as éve elején járó, megöregedő politikus szeretné a világ legnagyobb hatalmát vezetni. Most kinyílt az ajtó afelé, hogy egy fiatalítás legyen, és Kamala Harris esetleg fel tudja magát építeni úgy, mint egy új ember, egy új elnökjelölt, új programmal, lendületes, tényleg fiatal. De egy ilyen rossz elnök, már bocsánat, hogy ezt mondják igen, az amerikaiak róla, tud egy teljesen új lapot nyitni? Tehát el tudnak vonatkoztatni attól, hogy ő mondjuk milyen alelnök volt az elmúlt 4 évben? Na most ugye ez az érdekes, hogy nem volt igazán rossz alelnök, hanem semmilyen alelnök volt, nagyon el volt dugva. Igen. Pontosabban egy veszélyforrás van nála, ugye ő a ki lett nevezve úgynevezett határcárra, ugye cárnak hívják az amerikai politikában, a washingtoni zsargonban, amikor egy személy informálisan gyakorlatilag egy területet irányít, tehát nagyon sok szállán fut össze, és a déli határvédelméért ő lett a felelős politikus. Egyébként érdekesség egyszer járt lent a határon, ezért nagyon fogják támadni. Tehát ez az egyetlen buktatója talán neki, így politikai, közpolitikai értelemben, de ha Kamala Harris, mondom, el volt dugva, igazából nem volt nyilvánosság előtt. Tehát van lehetősége arra egyébként, és visszatérjünk erre, ott volt Joe Biden, aki ugye egyébként aktívabb alelnök volt, ez tény, de korábban neki volt már két bukott elnökválasztási kampánya, ugye 88-ban, meg 2008-ban, és ennek ellenére ugye 2020-ban sikeresen előválasztást nyert, és utána elnökválasztást nyert. Tehát a politikában a helyzet az tud változni. Én azt gondolom, hogy abszolút nem lehet esélytelenként tekinteni Kamala Harrisre. Mire számítasz most itt a következő időszakban? Milyen kampány várható? A CNN jegyzi meg, hogy nagyon gyorsan reagál például Joe Biden korábbi kampánycsapata, már átnevezték az X-fiókját Kamala Harrisre, stb. Stb. Igen. Tehát, hogy mi jön most? Hát gyakorlatilag Kamala Harris felveszi a szállat ott, ahol Joe Biden letette. Ugye az elektori rendszer miatt ugye gyakorlatilag 6 úgynevezett billegő államban folyik a kampány, ott fog eldőlni az elnökválasztás, Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan és Wisconsin, illetve a kérdés az, hogy Kamala Harris nem próbál meg ő más államok felé nyitni, hiszen ő azért egy más típusú jelölt. Joe Biden még 2020-ban valamennyire tudott appellálni a mondjuk úgy fehér munkásosztálynak. Na most Kamala Harris elméletileg itt kicsit gyengébbnek bizonyulhat, és éppen ugye Trumpnak a alelnök jelölti felkérése, ugye J.D. Vance személyében, aki ohiói, az ő háttere is tipikusan ez a munkásosztálybeli fehér szavazói réteg. Úgyhogy lehet, hogy Kamala Harris egyébként, vagy a Harris stratégiai vezetés azt fogja mondani, hogy engedjük el Wisconsint, engedjük el a rozsdővezetet, és próbáljunk meg fókuszálni mondjuk Észak-Karolinára, vagy esetleg próbálkozzunk megint Floridával. Nézzünk, Georgiára feküdjünk rá, tehát nézzünk esetleg egy másfajta térképet választási földre az értelemben. Ezt még nem tudjuk, ugye nyilván ott óriási kutatómunkák folynak most ugye
hogy megalapítsák, hogy melyik irányba érdemes elmenni a Harris kampánynak, de Harris egy másik jelölt, azért azt leszögezném. És még egy dologul, amit érdemes szerintem azért most még így felvetni, hogy azért vannak olyan hangok, amik azt mondják, hogy nem biztos, hogy Joe Biden befejezi az elnöki ciklusát. Tehát itt nagyon sokan, egyébként olyan emberek, akik a Fehérházhoz be vannak kötve, amiatt aggódnak, hogy Biden nem is tudja befejezni a ciklusát, és a kérdés az, hogy ez így történik, ez politikai értelemben hasznos a demokratáknak, vagy sem. Mert ugye, ha Kamala Harris esetleg átveszi az elnökséget, mondjuk egy hónapon belül, akkor ő, mint hivatalban lévő elnök, indul újra, ami azért általában ugye ez az inkumbens hatás segíti az újraválasztást. De közben viszont, hogyha átveszi az elnökséget, akkor jobban hozzátapad a Biden adminisztrációhoz. Tehát el is ad olyan kérdés, ami még nem letisztázott, de még egyszer mondom, erős hangok vannak, amik azt mondják, hogy nem biztos, hogy január 20-ig Biden lesz az elnök. És ugye mondjuk egy Biden kívülről segít, vagy árt a demokrata kampánynak, mert Mike Johnson, a házelnök, republikánus azt mondta, hogy Joe Biden nem alkalmas arra, hogy induljon az elnök választáson, akkor arra sem alkalmas, hogy elnökként szolgáljon. Hát ez talán nem ilyen egyszerű, mert azért láttunk már olyat a történelemben, hogy egy politikus megfáradt, egészségügyi problémája voltak bármilyen, és visszavonulás mellett döntött. Ilyenkor általában azért, főként egy elnöki rendszerben, ugye azért egy parlamentális rendszer nagyon más, egy elnöki rendszerben azért kiszokták tölteni a mandátumokat. Ugye gondoljunk arra, hogy Woodrow Wilson ugye agyvérzést kapott az utolsó, majdnem egy évében gyakorlatilag maga tehetetlen volt. Tehát voltak már ilyen helyzetek, de én azt gondolom, hogyha a Biden körüli szakértői kör, vagy hát ugye a stábja úgy látja, hogy tényleg alkalmatlan, és olyan szinten romlik az állapota, akkor viszont valószínűleg Biden távozhat a ciklus vége előtt, hiszen azért az tény, hogy itt a világ forrong, Közel-Kelet, orosz-ukrán háború, Kína, Tajvan, tehát egy elnöknek azért olyan állapotban kell lenni jelenleg a világban, hogy döntéseket tudhasson hozni akár nagyon gyors idő alatt. Nyilván ezt a demokrata vezetés, illetve a Biden körüli fehérházi csapat figyeli, és ha esetleg tényleg olyan szinten alakul, vagy változik a helyzet, hogy Biden képtelen befejezni, akkor én azt gondolom, hogy az elmúlt napok fejleménye alapján azt abban bízhatunk, hogy bölcs döntés fog születni. Jero Petris, köszönjük szépen. Köszönöm szépen a meghívást.